Köszöntöm Önöket a Kistelekvárosi Televízió április 19-ai adásában. Kérem, tekintsék meg képes műsorismertetőnket. Április 12-én került sor a Baksi piac átadására. A szőlősi piac megnyitóját tekinthetik a következőkben. Április 12-én került sor a bővített és felújított piac átadására Bakson. A piac szebb lett és megnövekedett a fedett árusító helyek területe is. Térkőburkolat készült, parkolókat alakítottak ki, és felépítettek egy teljesen új épületet is. Az ünnepi eseményen a helyiek mellett részt vett Farkas Sándor, országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, dr. Juhász Tünde, kormány megbízott, valamint Kakas Béla, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke és Antal Imre plébános is. Búza Zsolt polgármester beszédében elmondta, hogy bár 2010-ben volt Bakson piac átadó, a mostani még nagyobb jelentőségű, hiszen az elkészült fejlesztéseknek köszönhetően bővült a piac területe, amely a szőlősi piac nevet kapta. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt kormány megbízott asszony, elnök úr, plébános úr, képviselőtársaim, és nem utolsó sorban kedves vendégek! Ismét elérkeztünk egy mérföldkőhöz, mégpedig piacot avatunk a mai nap folyamán, és amikor itt beszélgettünk, akkor az államtitkár úr megkérdezte, hogy nem avattunk mi már az elmúlt időszakban piacot. Hát ez valóban így van, hogy 2010-ben is hozzányúltunk a piachoz és modernizáltuk a piacunkat, de azóta eltelt 9 év, és hát a település vezetősége és vezetése úgy döntött, hogy 9 év után ismét elértünk egy olyan szakaszba, amikor már újabban hozzá kell nyúlni ehhez a piachoz és fejleszteni kell. Ezért vagyunk most itt, és ezért vagyunk most itt ennél az ünnepi alkalomnál, és hát reggel, amikor kinéztem, akkor az első egy tized másodpercben azt gondoltam, hogy úristen, milyen rossz nekünk ma, hogy eddig milyen csodálatos szép idő volt áprilisban, de hát azért az április nem hazudtolja meg magát, és picit bolondozott ma velünk, vagy bolondozik ma velünk, hiszen most esik az eső. De az optimista ember nem azt mondja, hogy esik az eső, hanem azt mondja, hogy köszönjük szépen az égi áldást, és köszönjük szépen azt is, hogy Antal Imre plébános úr itt van, de most a Jóistennek azt gondolom, hogy a földi helytartója a mai napon csak asszisztálni fog, hiszen az égi áldást megkaptuk, úgyhogy ezt köszönjük szépen, hiszen hogyha megtekintjük a vendégeinket, akkor a vendégek között láthatjuk az Agrárminisztérium miniszterhelyettesét, és hát hozott nekünk esőt. Ugyanis a földeken azt gondolom, hogy rettentő hiány van most csapadékban, és hát ezt is köszönjük, hogy csapadékban van részünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahogy most látják, azért egy modern piac és a helyi igényeket minden szempontból kielégítő piac átadása történik ma meg, hiszen a képviselőtestület úgy döntött, hogy a települési operatív programon indul, és kihasználja azt az adandó lehetőséget, és nem megy el a fölkínált lehetőség mellett, miszerint piacot szeretnénk bővíteni és modernizálni. Farkas Sándor elismerésének adott hangot, hogy rövid időn belül a második objektumot adták át a településen. Én nagyon bízom abban, hogy a település, ahogy polgármester úr fogalmazott, összefogásával a település fejlődése továbbra is rendületlenül működni fog, és én abban is bízom, hogy azok a programok, azok a lehetőségek, amelyekről polgármester úr néhány gondolatba szólt, hogy milyen avató ünnepségek lesznek még, én úgy gondolom, hogy ezen túl kell most már lassan lépni, és abban kell gondolkodni, hogy a Magyar Falu programban milyen lehetőségekkel fognak bírni a települések. Éppen ezért én úgy hiszem, hogy olyan lehetőségek előtt állnak ma a vidéken élő emberek,
amely talán eddig soha nem volt tapasztalható. Magyarország kormánya megtesz mindent annak érdekében, hogy a vidéki települések, a kis települések infrastrukturális fejlesztései során megpróbálják utolérni azokat a városokat, kisvárosokat, ahol a, most így mondom, a minőségi élet, a lehetőség talán nagyobb. Éppen ezt a helyzetet szeretnénk úgymond kiegyenlíteni ezekkel a programokkal, és ennek részeként ezzel a piacátadó ünnepséggel is, amely meggyőződésem, ahogy körbenéztünk már, minden igényt kielégít. Büszkeség és bizalom. Erre a két szóra építette beszédét dr. Juhász Tünde, aki hangsúlyozta, büszke lehet mindenki Baksra. Két szó jutott eszembe, ez a bizalom és a büszkeség. Egyrészt az előttem szólók is hangsúlyozták, hogy egy piac tér, az egy társadalmi, gazdasági, kulturális helyszín, egy közösségi tér, egy közösségépítő helyszín. Itt egy nagyon fontos érték tud megjelenni minden egyes piaci napon, az a bizalom. Egyrészt bizalom az ide jövő vásárlók és az itt árusító termelők között. Én azt gondolom, hogy a kis közösségekben, a kisebb településeken ez az érték, ez a bizalom, ez a túlélésnek a záloga. A másik a büszkeség. Örömmel éljük és tapasztaljuk azt, hogy az utóbbi években a helyi termelésű termékek, a helyi előállítású élelmiszereknek van egyfajta társadalmi elfogadottsága, sőt, azt gondolom talán sokkal nagyobb, mint a korábbi években, ez pedig a büszkeség. Erre abszolút büszkének kell lenni, hogy helyben termesztenek különböző növényeket, virágokat, helyi lekvárokat, savanyúságokat állítanak elő, és ez szintén a helyi közösséget erősítő érték és tulajdonság. Kakas Béla pedig elmondta, hogy Baks az a település, amely a legjobban használta ki a pályázati lehetőségeket. Tehát én azt látom itt Bakson, hogy az az összefogás, amit önök produkáltak, azt tanítani kell. Az, hogy egy olyan közösségi tér jön létre, ahol valóban a helyi termékek és a kapcsolatépítés színhelye, és jó Isten áldásával és félvárosul áldásával hamarosan átadjuk, ez megvalósulhatott, ez csak is az önök teremtő, értékteremtő akaratából fakad. Engedjék meg, hogy kifejezzem tiszteletemet, és további erőt, egészséget kívánok ennek a közösségnek, és kívánom azt, hogy a magyar falvak megmérettetésben legyen ugyanilyen lendületben ez a település. Köszönöm figyelmüket! Ezt követően pedig Antal Imre plébános megszentelte a piacot. Pusztaszeren mondottam el a kis történetet az ókori görög bölcsellőről, Arisztotelészről, hogy minden héten egyszer kiment a piacra, sétálgatott, beszélgetett az emberekkel, megnézte az ottani portékákat, de soha nem vásárolt semmit. Ezek után pedig örömmel és boldogan érkezett haza. És a tanítványai egy idő után megkérdezték, hogy hát mester, kimész, soha nem veszel semmit, és mégis ilyen örömmel jössz haza. Hogy van ez? Azt mondja, ilyenkor jövök rá arra, hogy milyen sok mindenre nincsen szükségem. Nem az a boldog ember, nem az a gazdag ember, akinek mindene megvan, hanem az, akinek semmire nincsen szüksége. És itt sok minden elhangzott az előttem felszólalók által, de úgy gondolom, hogy egy ilyen létesítmény és ennek a használata nagyon sok mindent elmond az igazi gazdagságról. Az igazi gazdagság ugyanis nem az, hogy mink van, hanem az, hogy kik vagyunk. És ez egy piacon igenis kiderül, hogy hogyan üzletelek, hogyan vásárolok, hogy hogyan nyilvánulok meg. Ugye polgármester úr itt említette, hogy sok minden elhangzik egy ilyen környezetben, az is, ami valós, és az is, ami nem. Hát el kell mondanom, hogyha minden igaz lenne, amit az elmúlt időszakban állítottak egyik-másik emberről,
akkor ha ezt az én esetemre vonatkoztatom, akkor legalább már tízszer nősültem volna meg. Hogy a plébános megnősül, a plébános itt hagy bennünket, elmegy, és már gyereke is van, meg stb. Hát lehet, hogy valamelyiknek van, de én még nem gondoltam ilyen dologra. Tehát ki vagyok? Kik vagyunk? Akik itt élünk? Nagymértékben hozzásegít ez a piac ehhez, hogy egy picit szembenézzünk magunkkal, megismerjük önmagunkat, megismerjük embertársainkat, környezetünket. Gratulálok a létesítményhez, és nem tudom, hogy van-e értelme ennek a szentelt víznek itt a kezemben, hiszen a jó Istennek az áldását én nem igazán tudom felülmúlni, de mégis körbejárok és körbe szentelek a szentelt vízzel, miközben megköszönjük a jó Istennek is, hogy égi áldást, esőt hullajt ránk, hiszen az elmúlt időszakban ezért áhítoztunk, erre vágyakoztunk, most itt van. Örülünk a piacnak, örülünk az esőnek, a jó Isten áldja meg ezt a közösséget, és áldja meg ezt a létesítményt is az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az ünnepi köszöntők befejeztével a meghívott vendégek és a képviselőtestület tagjai közösen vágták át, majd osztották szét a nemzeti színű szalagot. Április 11-én a Kiskerki Sportcsarnok adott helyet a Láptorlabda Diákolimpiának. A rendezvény megnyitóján kérdeztük Fehér Jánost, a Magyar Láptorlabda Szövetség ügyvezető elnökét. Április 11-én rendezték meg a Kiskerki Sportcsarnokban immár 20. alkalommal a Láptorlabda Diákolimpiát. A verseny egy megnyitóval kezdődött, ahol beszédet mondott Kiskerki polgármestere Nagy Sándor, valamint Vágó Tibor a rendezvény szervezője. Fehér János, a Magyar Láptorlabda Szövetség ügyvezető elnöke pedig kameránk előtt ismertette a rendezvény részleteit. Nagyon örülök, hogy a küzdőtéren majdnem végigéri a versenyzők tömege, azt mondhatom, a termet, és nagyon örülök annak, hogy a lelát szemben érdeklődők, és lehet, hogy versenyzők is, de ők is ide kerülnek a pályára hamarosan, tehát őket is köszöntöm. Jó versenyzést kívánok mindannyiunknak, érje el mindenki azt a célt, amit kitűzött erre a mai napra, játékban, eredményességben. Reméljük, hogy elégedetten zárhatjuk a napot, verseny és a rendezés szempontjából is. Többedik alkalommal magyar bajnokság vagy valamiféle fontos nemzetközi verseny rendezhetnek itt a láptollas labdázat. Én így kicsit kívülállóként, mint helyadó gazda néztelek benneteket, és máskor is azt állapítottam meg, hogy ti is valamiféle családot hoztatok létre, mert azt gondolom, a sport maga egy kicsit különleges, és mikor legelőször jöttetek, vagy jöttek ide, akkor én is eljöttem megnézni, hogy te úristen, hogy is játsszák ezt a fajta sportot. És azok a fajta tehetségek, akiket láttam már, edzettetek, melegítettetek, és tulajdonképpen viszonylag fiatal generációnak mondható, az jutott eszembe, mikor itt a himnuszt énekeltük, hogy nálam az a szokás otthon, hogyha egy nemzetközi versenyt nézünk, akár csak a tévén keresztül, és egy magyar siker, ahol adja Isten, hogy egy himnuszt is hallgathatunk, akkor én mindig fölállok, és ugyanúgy egyébként éneklem, mint a helyszínen lehetnék, gyerekeim is erre vannak nevelve. És azt kívánom nektek is, hogy majd egyszer ezen a nemzetközi versenyen közületek talán
egy vagy kettő, vagy adja Isten, hogy több, hasonlóképpen élesse meg azt az élményt, hogy nektek játszanak egy ilyen himnuszt. Ehhez viszont tudjuk azt, hogy rengeteg meló, rengeteg kitartás, és persze tehetség is kell. Én köszönöm szépen, hogy idejöttetek Kistelekre, 8000-es kisvárosba. Köszönöm szépen, hogy a pusztaszeriek révén ebben a járásban, a környezetünkben ez is egy ilyenfajta sikersportán nőtte ki. Gratulálok a Tiboréknak, és tényleg azt kívánom nektek, hogy legyen ez a mai nap sikeres. Azok, akik már voltak itt, azoknak azért, azok, akiknek most jöttek először, azoknak meg különösen azért. Jó versenyzést kívánok nektek, Isten hozott valamennyiőtöket, hajrá! Hát egy kis jubileumi rendezvény, ez 20. alkalommal rendezzük a láptólabda diákolimpiát. 2000-ben rendeztük az elsőt. Az 5.-6. korcsoport versenyét több helyszínen rendeztük korábban. Volt Zánkán, Újszászon, Nagykanizsán, Mohácson, Jászapátin, Szolnokon. Most az utóbbi háromat itt rendezzük. Pusztaszeren, ez egy nagyon jó csarnok, szeretünk idejönni. A pusztaszeri láptólabdázók segítségével kerültünk ide, ők rendezik itt, ők segítenek a rendezésben. Rekordmezőnyben 34 középiskola, van egy-két általános iskola is, ahol túlkorosok vannak, tehát kb. 140 versenyző fog itt játszani, fiú-lány csapatba és fiú-lány egyénibe. Mit tudhatunk így a mai napról, mikor melyik korosztály fogja játszani? Hát ezek a középiskolások, vagy pedig a 15-től a 19 éves korig játszanak. Zala megyéből van nagy létszámú csapat, Szolnok megyéből, Pest megyéből, itt Csongrád megyéből, szegedi iskolák szép számmal képviseltetik magukat. Van két budapesti csapat is, tehát jó mezőny van. A kereszténység életében is fontos szerepe van a húsvétnak. A húsvét jelentőségéről kérdeztük Harmat József hitoktatót. Húsvéthoz közeledik a keresztény világ. Ennek alkalmából Harmat József hitoktatót kérdezem. Köszöntöm Önt. Először is a keresztény világ számára összefoglalná néhány szóban, hogy mit is jelent húsvét ünnepe. A húsvét a keresztények számára Jézus feltámadását jelenti. A nagy böjt végén van a nagy hét. A nagy hét azért kapta nagy jelzőt, mert ezen a héten történnek a világot megváltó események. Virágvasárnap Jézus bevonul Jeruzsálembe, amikor is ott jeruzsálemi nép dicsőségesen várta, pálmágakat lengetve köszöntötték, hogy üdvözlégy zsidó királya. Majd ugyanez a tömeg, később ugye a papok által föltüzelt tömeg, kiabálja, hogy keresztre vele. Vagyis kettős érzés van a keresztény ember szívében, amikor is Jézus, mint királyt köszöntjük virágvasárnap, és amikor nagypénteken pedig Jézus feláldozza az életét a bűnök megváltására, a világért, és ezzel magához emeli azokat az embereket, akik hisznek abban a mondatában, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az nyeri el az örök életet. Vagyis húsvét az a hit megerősítésének az ünnepe, hiszen Jézus megmutatja, hogy itt élt közöttünk 33 évet földi ember alakjában, majd ahogy megígéri nekünk nagypénteken, hogy harmadnapra feltámadok, ezzel nyilvánvalóvá teszi az ember számára, hogy nem csak az a földi valóság van, ahol itt éljük most az életünket jelen pillanatban, hanem megmutatja, hogy ezen túl is van az örök élet, ami minden ember számára elnyerhető, akkor, hogyha hittel tanúságot tesz ebben a földi életben, életével, cselekedeteivel, arról, hogy ő is Isten gyermeke szeretne lenni. Ma ennél aktuálisabb feladat szerintem nincs a világban, hiszen mindig azt halljuk a híradásokban, hogy mennyi rossz van a világban, mennyi bűn van a világban, mennyire nem figyelünk egymásra, úgy nézünk a másikra, vagy úgy cselekszünk, mintha egy pótolható ember lenne, pedig Isten azt mondta, hogy minden ember egyedüli példány, így teremtett meg minden embert, új lenyomatban is minden ember különbözik, nem véletlenül, Istennél számon vagyunk tartva, és hát ezt kellene megtanulnunk, hogy
hogy mindenki átvegye azt a jézusi szeretetet, hogy figyelünk egymásra, hogy a szeretet nem egy érzés puszta gondolat az ember másik irányába, hanem igenis felelősség a szeretet. Ma feladatot kell vállalni a keresztény embernek azért, hogy a világot jobbá tegye. És Istennek ez a szándéka velünk. Vagyis a húsvét egy megújulás, egy lelki megújulás, itt most a földi életben azzal, hogy megnyílik egy olyan út, amit itt a földön már el kell kezdenünk, mert azt mondja Jézus, hogy az Isten országa közöttetek van. Ha ezt húsvétkor komolyan vesszük, és Jézussal föltámadunk erre a szeretetteljes életre, akkor elindultunk azon az úton, hogy elnyerhetjük azt az életet, amit Jézus megmutatott nekünk húsvétkor, hogy fölragyog az örök élet fénye. Húsvét alkalmából milyen programok várhatóak Kisteleken? Szerdán, nagy szerdán, délután 2 órakor az iskola aulájában összehívjuk az összes itt tanos gyermeket, és ott egy húsvéti barkácsolás program kezdődik, ahol is megelevenítjük számukra a keresztény jelképeket. Ugye ilyenkor a templom, a kereszt, a hal, a tojás mind-mind azt az életet jelképezi, ami az új élet, az örök élet, és ezeknek segítségével egy kézműves foglalkozásokon vesznek részt a gyermekek, az alkotásokat, amiket készítenek, hazavihetik, és hát húsvétkor akár a húsvéti locsolkodóknak oda is adhatják, hogy ők is tanulják meg, hogy vannak keresztény jelképeink, mert ma úgy néz ki, hogy a világ csak a húsvéti nyuszit ismeri, és hát az igazán a magyar jelképek közé nem tartozik, amúgy is tudjuk, hogy hibás fordítás eredményeként van a húsvéti nyúl az üzletekbe, tehát semmi köze a húsvéthoz, de annál inkább a mi keresztény jelképeinknek, és azok bizony ott vannak a néphagyományainkban is, hímzéseinkben, faragásainkban, festéseinkben, hát ezt szeretnénk most a gyerekekkel feleleveníteni, és újra tanítani, hogy ezeket is használják a családok a húsvét asztalánál. Aztán kezdődik ugye a nagy hét, nagy szent napjai, nagy csütörtök, az utolsó vacsora miséje, amikor is Jézus összegyűjti a 12 tanítványát, és meghívja ahhoz az asztalhoz, amikor is ő azt mondja nekik, hogy tovább már nem maradok itt veletek, és a kenyérre azt mondja, ez az én testem, és a borra ez az én vérem, ezzel megalapítja az oltári szentséget. És azzal a mondattal, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, az apostolokat fölhatalmazza arra, hogy papjaivá tegye, és ezek után ők mondják ki ezeket a mondatokat, és azóta is több ezer év óta, akik ugye a papi hivatást választják, felszentelt papként az oltárnál így hívnak meg bennünket Jézus nevében az Úr asztalához. Tehát nagy csütörtökön este 6 órakor várunk mindenkit szeretettel ide Kisteleken a templomba, akkor kezdődik az utolsó vacsora miséje, ami egyben az első szent mise is volt akkor. Aztán nagy pénteken reggel 9 órakor Jézust elítéli a római helytartó Pilátus. Ennek megfelelően 9 órakor a Kócsó kápolnánál lesz a keresztút. Innen 3:49-kor a kereszttel elindulunk a minisztránsokkal, és kimegyünk mi is, mint a keresztúton, ahogy Jézus ment, 3 óra hosszát tartott a keresztút neki föl a Golgotára, mi is visszük a keresztet, és a Kócsó kápolnánál, az stációknál emlékezünk arra, hogy az alatt a 3 óra alatt, míg fölért a Golgota hegyére, mi is történt Jézussal. Délután 3 órakor, nagypénteken Jézus felkiált, és azt mondja, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez az a mondat, ami kibékíti Istent, ami mennyei atyánkat a bűnös emberrel. És ezt itt délután 3 órakor megélhetjük ugyanígy a templomunkban. Ezen a napon nincs szent mise, hiszen Jézus meghalt, és a keresztet hozzuk be a templomba, és a kereszt előtt mindenki kifejezheti a hódolatát, a tiszteletét, a szeretetét, úgyhogy térthajtással megsímítva Jézus lábát érzékeltetheti, hogy ő keresztényként nem akarja bántani azt, aki kibékítette a mennyei atyát velünk, és új lehetőséget adott az örök élet folytatására. És utána van a csend napja, nagy szombat, amikor is várakozunk, és mindenki figyelemmel van arra, hogy a 3. nap, majd húsvét vasárnap mi történik. Nagy szombat este 7-kor kezdődik itt a szertartás Kisteleken a templomunkba, amikor is a teljes sötét a templom. Ezzel azt fejezzük ki, hogy Jézus nincs közöttünk, halott. És
A húsvéti gyertyát éppen ezért a templomon kívül szokták meggyújtani, egy kőből pattintott tűzről, hogy a zsoltáros, ahogy mondja, hogy kőből pattintott tűz hozza lázba a világot, és ez maga Jézus volt. És a húsvéti gyertya jelképezi nekünk ugye a feltámadt Jézust, és a sötét templomba ez a pici kis fény jön be, majd egy nagyobb világosság támad, és felcsendül a húsvéti örömének, hogy Jézus Krisztus él. És megszólalnak a harangok, újra dicsőséget zeng az orgona, hiszen Nagybőjdben mindez visszafogottságban volt, hiszen nem ünnepeltünk, hanem a bűnbánati időszakban csendesség jellemezte a nagybőjti időszakot, és nagy szombat az az első olyan nap, amikor Jézus feltámadásában hirdeti a liturgia színében, pompájában, oltár díszeiben, hogy Jézus, amit ígért, azt beváltotta nekünk, és itt van közöttünk újra az oltári szentségben. És húsvét vasárnap pedig délelőtt 10:45-kor lesz az ünnepi szentmise körmenettel, amikor is a feltámadt Jézust az oltári szentségben kivisszük a világba, és a négy égtáj felé áldást adva közöljük, hogy Jézus itt van velünk, és szeretnénk őt követni továbbra is keresztény életünkkel. Ennyi a húsvétnak a bőséges tartalma és liturgikus megünneplése, de a legfontosabb az, hogy Jézusnak sikerült legyőzni a halált. Ezt nem csak a Bibliából tudjuk, ugye, hanem annak a több millió embernek a hitéből, akik vértanúk is lettek ezért, ők biztosan sokkal jobban tudták azt, hogy Jézus, amit ígért, az valóra vált. Ha csak azt nézzük, a 12 apostol is elgyengült a hitében, amikor a keresztnél meglátták, hogy mi történik az ő mesterükkel, de utána mindegyik, amikor Jézus feltámad, boldogan hirdette a világnak, hogy Jézus Krisztus él. És olyan jó lenne, hogyha mindenki ezt megértené, hogy nem véletlenül vagyunk itt, hanem a húsvét ezt üzeni nekünk, hogy nekünk feladatunk van ugyanígy a világban, hordozni kell a keresztjeinket, feladat van ránk bízva, és minden keresztény ember számára ez a feladat nem szóbeli, ma a szónak nincs jelentése olyan értékben, mint régen volt, hanem az, hogy cselekedjük meg azt, ami a világból hiányzik. Mert Jézus azt mondta, hogy én veletek vagyok a világ végéig, de küldelek benneteket, hogy ebben a világban álljatok helyt, és tegyétek meg azt, amit én tettem 33 éven át ott Jeruzsálemben. Húsvét végére érve milyen programok várhatóak még? Hát április 26-án az óvodások napja lesz a plébánián, ez is még a húsvéthoz kapcsolódik, hiszen a húsvéti időszak az 40 napig tart az egyház év szerint. Szeretnénk az óvodások számára is egy picit megérintve ő lelküket is a húsvétbe vezetni őket, és a plébánián lesznek ott is kézműves foglalkozások, eljövünk velük a templomba, és beszélünk arról nekik, hogy mit jelent a húsvét igazán. Majd pedig 27-én itt a templomban délután 4:30-kor szombaton várunk mindenkit szeretettel a jótékonysági húsvéti koncertünkre, amellyel az új oltárunkat köszöntjük, hiszen most készült el az új oltár, ami beleilleszkedik most már ebbe a neobarok stílusba, és ezt az új oltárt köszöntjük azokkal a fellépőkkel, akik vállalták, hogy részt vesznek ezen a jótékonysági koncerten. Lesznek hangszeres darabok, énekes darabok, közös éneklések, tehát várunk mindenkit szeretettel, aki szereti a szép zenét. A jótékonysági koncert nyilván gyűjtenek rá, láttam itt az előbb befelé jövet már elkészített kis csomagokat. Kiknek fognak gyűjteni, és hol lehet csatlakozni ehhez a jótékonysági akcióhoz? Itt a templomba ki lesz helyezve egy kis ládikó, abba lehet elhelyezni az adományokat, és hát a rászoruló kisteleki családoknak gyűjtünk, és eddig is már a Nagybőjtben meg volt hirdetve, hogy tartós élelmiszer csomagokat várunk, el is kezdtük már, ezek itt összegyűltek nagyon szépen a sekrestjében, és azokat már elkezdtük tegnap is kiosztani, mert már olyan sok van, hogy nem fértünk el, hála Istennek tőle, tehát már azoknak a rászoruló családoknak vittük, akik rászorulnak arra, hogy segítsük őket. Ezt folytatjuk tovább ennek az adakozásából is, illetve hát attól függ, hogy mennyi adomány gyűlik össze, szeretnénk még a templomban újításokat, illetve renoválásokat végezni, és ahhoz is kellenek adományok. Úgyhogy előre is köszönjük, aki ezt megteszi, és várunk mindenkit szeretettel szombaton, április 27-én 4:30-kor.
Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban az alábbiakról tudok beszámolni. Március 27-én a délelőtti órákban egy Petőfi szállási lakos személygépkocsival közlekedett az 5-ös főúton a 133-as kilométer szervényben Szeged irányából Budapest irányába. Haladása során a kellő követési távolság be nem tartása miatt későn észlelte az előtte hirtelen fékező, majd jobbra kanyarodó tehergépkocsit. Az ütközés elkerülése céljából intenzív fékezést hajtott végre, mely során a gépkocsi bal oldalával átért a szembejövő forgalmi sávba. A szembejövő forgalmi sávba áttérve érintőlegesen nekiütközött a vele szemben szabályosan közlekedő tiszakécskei lakos által vezetett személygépkocsinak. A baleset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. Március 27-én az éjszakai órákban baleset történt az 5-ös számú főút 133-as kilométer szelvényében. Egy menetrend szerint közlekedő autóbusz közlekedett Kiskunfélegyháza irányából Kistelek irányába, mely során az út baloldali irányából az út melletti füves területről egy őz ugrott ki a jármű elé. A busz vezetője az intenzív fékezés ellenére az ütközést nem tudta elkerülni. Személyi sérülés nem történt, dologi kár keletkezett. Március 30-án a délutáni órákban egy baksi lakos közlekedett személygépkocsival Ópusztaszer irányából Baks központjának irányába. A főutca Tisza utca kereszteződéséhez érve sebességét nem megfelelően választotta meg az útvonal vezetéséhez képest, és az úttestről lesodródva az útpatkán elhelyezett hirdetőtáblának ütközött. Az ütközés során személyi sérülés nem történt. Április 2-án a hajnali órákban Balástya belterületén a Honvéd utcán közlekedett egy helyi lakos egy hatósági jelzés nélküli személygépkocsival Dóc irányából a Széchenyi utca irányába. A Honvéd utca és Széchenyi utca kereszteződéséhez érve ittasságából adódóan sebességét nem megfelelően választotta meg az útvonal vezetéséhez képest. Későn észlelte az útkereszteződést, egy erőteljes fékezést hajtott végre, de ennek ellenére átcsúszott a szemközti oldalon lévő vízelvezető árokba. A közlekedési baleset során személyi sérülés nem történt. Április 10-én a délutáni órákban egy balástyai lakos személygépkocsival közlekedett Kistelet lakott területén Csongrád irányából Kiskunmajsa irányába. Amikor járművével az 54-11-es úton lévő vasúti átjáróhoz ért, sebességének nem megfelelő megválasztása miatt és a szemből erősen szembetűző napsütés okán későn észlelte, hogy a fénysorompó tilos jelzést mutat, és a fél sorompó pedig lecsukódik. A tilos jelzést észlelve járművével fékezésbe kezdett, de ennek ellenére a fél sorompónak ütközött és azt letörte. A baleset során személyisérülés nem történt, dologi kár keletkezett. Április 11-én a hajnali órákban egy szegedi lakos személygépkocsival közlekedett az 54-11-es úton Ópusztaszer irányából Kistelek irányába. Mikor az 54-11-es út 20 km szelvényéhez ért, a menetirány szerinti baloldali füves útpatkáról egy őz ugrott a gépjármű elé. Az ütközés elkerülése érdekében a gépkocsi vezetője fékezésbe kezdett, azonban járművének elejével az őzet elütötte. Az ütközés során személyi sérülés nem történt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Március 29-én a Hősök keresztútjához vonultak a kistelki hittanos gyerekek. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Kilencedik állomás, Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Vannak még bűnbugyraink, amelyeket Jézus keresztjére akasztunk, és amelyek alatt Jézus rogyadozik és elesik. Íme a magyar átok, a pártoskodás. Sajnos sokszor az apostolokhoz hasonlóan azon versengünk, ki lesz a nagyobb, ki legyen a vezér, kinek legyen nagyobb címe, rangja és fizetése. Ennek köszönhetjük, hogy országunk sorsának intézésében a kisebbik rész juttatott nekünk, keresztényeknek, és úgy táncoltatnak bennünket emberi jogainkban, ahogy akarnak. Jézus ellenségei összetudtak fogni Jézus ellen. Jól meg tudták szervezni a keresztre feszítés drámáját. Jézus halálában egyetértett mindenki, de Jézus mellett nem állt ki senki. Mit tegyek Jézussal? Kérdezte Pilátus. És egy emberként zúg a tömeg. Keresztre vele! A hősködő apostolok szétfutottak. Inkább meghalunk, mint elhagyjunk, mondták az utolsó vacsorán. És most hol vannak? Áruló is akadt köztük. Mit adtok nekem? Kérdezte Júdás. Pénzért Jézus is eladó. De sokszor megismétlődött ez történelmünk utóbbi évtizedeiben. Bőrüket, állásukat féltve sokan eladták Jézust. Felhagytak a hitük gyakorlásával, gyermekeiket kivették a hitoktatásból, elmaradt a templom, a szentmise, az esküvő, az első áldozás, a bérmálás. Az ártatlan és hazájához hű főpapok, papok igazságtalan elítéléséhez hozzájárultunk. Szóban, írásban követelték megbüntetésüket. Méltó a halálra, kiabálták Jézusra. Nem ez ismétlődött meg az egyház, a papság és a bátor világi emberek ellen indított koncepciós perekben? Így köszöntük meg Jézusnak, a szűzanyának, magyar szentjeinknek az ezer éves pártfogást. Így haldokolt Mária országa az ateista hódoltság idejében. És nem tanultunk gyászos közelmúltunkból. Most is széthúzunk, pártoskodunk és kérdezzük, ki lesz nagyobb közülünk. Az, aki kicsi tud maradni, mint Jézus, aki alázatos, engedelmes tud maradni. Aki nem érdekből, hanem lelke mélyéből tud ember, magyar és keresztény lenni, és önzetlenül szolgálni a népet. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Tizedik állomás, Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézustól, aki mindenét, életét is odaadta értünk, mi elveszünk mindent. Még utolsó ruhadarabját is, amelyre a kereszt alatt szórakozásban sorsot vetnek. Aki arra tanított bennünket, hogy az éhezőknek ételt, a szomjazóknak italt, a ruhátlanoknak ruhát adjunk, az most nem kap egy kort vizet a kereszten, és attól most elvesszük köntösét is. Aki a madárnak fészket, az állatoknak búvó, nyugvó helyet adott, az most lemesztelenítve áll, keresztre szegezésre várva, gúnynak, kacagásnak, otromba röhelynek kitéve. Igaz, amit Szent Pál mondott, kiüresítette önmagát, és magát megalázva,
engedelmes lett a halálig, a kereszt halálig. Jézus mezítelensége, engesztelés századunk és Magyarországunk azon szégyenéért, hogy sok ezren rongyokban járnak, emberi méltóságokat megszégyenítve aluljárókban és utcasarkokon koldulnak, kukákban turkálnak. Lehet, hogy alkoholért, de már nincs más lehetőségük. Nincs lakásuk, télvíz idején szabadban alusznak és fagynak meg. Ugyanakkor sok ezren becsületesen-e vagy nem, dúskálnak a földi javakban, rohangálnak a legújabb és legdrágább autókon. Ezekben a szerencsétlen, útszélre sodródott emberekben Jézust aláztuk, Jézust éheztettük, Jézust ültettük utcaszélre, Jézust kényszerítettük a vigaszt nyújtó alkohol fogyasztására. Ezek nyomorult családjaiban és gyermekeiben Jézus éhezik és lesz a szenvedélyek rabja. Ide illik Tompa Mihály verse. Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve, széthül nemzetünk. Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk, a kidőlt fában őrlő szúl, akik honfi, honfira vádaskodik. Akik erre a sorsra jutottak, vigasztalódjanak Jézusban és szenvedésében, akik pedig ide juttatták őket, gondoljanak Jézus szavaira, nekem nem adtatok ennem, engem tettetek ki éhesen és rongyosan az utcára. Ezekért felelni fog valaki vagy valakik. Gondolunk határainkon kívül élő és magyarságokért megalázott és hátrányos helyzetbe kényszerített testvéreinkre is. Nemzetiségi és emberségi jogaiktól megfosztott testvéreinkben Jézust fosztották meg emberi méltóságától is. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj. Jézus! Én halálos vagyok. 11. állomás, Jézust keresztre feszítik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ábelnek meg kellett halnia, mert áldozata kedvesebb volt Isten előtt, mint Káiné. Az irigységtől véres lett a testvérkéz. Jézusnak is meg kellett halnia, mert a főpapok és írástudók irigyelték, hogy Jézust szeretik az emberek. Mindenki utána megy, mondták irigykedve. Jézus elítélésekor nem mentek be Pilátus házába mondván, hogy meg ne fertőztessenek. Az megfertőzte volna őket, hogy beteszik a lábukat a pogány ember házába, de attól nem érezték magukat megfertőzve, hogy egy embert, ha nem is ismerték el Isten embernek, de mégiscsak egy ártatlan embert megöletnek. Micsoda nagy képűség és önállítás. Íme az első holokauszt. Ezért a nagypéntek délutánért nagyon megfizetett Jézus népe. Jeruzsálem pusztulásakor százával feszítették őket keresztre. Jelen századunkban pedig ezrével küldték őket internálótáborokba és gázkamrákba. Szívből elítéljük ezeket az embertelenségeket. Nem lehet büntetlenül az isteni törvényeket, mint a ne ölni is semmibe venni. Mi magyarok is megfizettünk és fizetünk most is, hogy embertársainkban átszegeztük Jézus kezét és lábát. Jézus vezekel gyilkosságainkért. Embertelenségeinkért fizetünk mi is a szibériai táborokban, ahol éheztek, nyomorogtak és meghaltak magyar testvéreink, nagyapáink, dédnagyapáink. Jó volna gondolni a tőkéseknek, gyárosoknak, bankároknak és minden igazságtalan törvény meghozóknak és megszavazóknak, hogy ők is bűnhődni fognak a mai szegény ember nyomorgatásáért, nyomozásáért, azért, hogy sokan éheznek, nélkülöznek abban a hazában, amelyben mindig megtermett a magyar rohnákon a mindennapi kenyér. Bűn lett magyarnak és kereszténynek lenni ebben az országban, amely országot Szent István szervezett meg, és amely ország a magyarok nagyasszonya tulajdona. Gyávaságunkkal, közönösségünkkel,
hitünk érdekéből való feladásával most is átszegezzük Jézus kezét és lábát. Átszegeztük a mindennapi kenyeret adó Jézusi kezeket. Ne csodálkozzunk hát, hogy néha nélkülöznünk kell. Átszegeztük az utánunk járó, otthonainkba betérő és vigaszt hozó Jézus lábait. Ezért is kell sokszor nagyon magányosnak érezni magunkat. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Ó, keserves, rettenetes Úrnő! Április 7-én egy premiérrel érkezett Kistelekre a Körúti Színház. A Kell egy Színház című előadásról kérdeztük a darab szereplőit, Lipták Pétert és Lehel Katát. Ma este bemutató volt, Kell egy Színház című darab. Ha jól tudom, akkor te már az ős bemutatóban is játszottál. Mesélsz erről egy kicsit? Hogyne, persze. Tehát, hogy igen, erre nyugodtan lehet azt mondani, hogy egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány Kell egy Színház bemutató volt már életemben. Tehát nagyon furán hangzik, és nagyon kimondani is nagyon szörnyű, hogy tehát én ezt a darabot 99-ben olvastam először. 1999-ben, tehát a múlt évezredben olvastam először, akkor 17 éves voltam, és most 20 évvel később, 2019-ben egy teljesen átírt változat. Az előzőt még úgy hívtuk, hogy második szereposztás, és azt egy Dél-Békés megyei amatőr színjátszó társulat csinálta. Ott ismertem meg a Galambos Zolit. De ez egy másik interjú. Szóval, hogy 20 éve rá ma érkeztünk el oda, hogy egy másik szerepet, egy másik darab, mert ez egy másik dramaturgia, azt Szabó Kristóf kollégánk teljesen átírta. Tehát most 20 éve értünk át oda, hogy én lehettem ennek a főszereplő, és ez egy csodálatos érzés amúgy. Tehát, hogy azért ez már... Ez egy, akárhogy is mondjuk azért az embernek ez egy áll. Én mindig boldog voltam azzal a szereppel, amit játszottam benne, mindig is örültem, hogy részes lettek, mert ez egy jó darab. Az összes verziója mindig jó darab volt, de azért az emberben mindig benne van, hogy hú, milyen lenne, hogyha én lennék a frontember, akiről a cselekmény szól, és hát nem gondoltam volna, hogy ilyen erővel fog rám hatni, mint ahogy talán látszott a fináléban, hogy ez teljesen a hatás alatt voltam. Nagyon jó érzés volt. Kata, ha jól tudom, akkor ugye az életben is egy pár vagytok, és másodjára Kisteleken álltok színpadon, úgyhogy párt alakítotok a színpadon is. Nehezebb vagy könnyebb játszani? Hát ez egy nehéz kérdés, mert az életben adódnak bizonyos nehézségek néha, és hát a ma reggelünk sem indult túl gördülékenyen, de azt gondolom, hogy ugyanúgy a színpadon is mindent meg tudunk oldani együtt, mint az életben. Könnyebb vagy nehezebb? Hát, könnyű. Könnyű szerelmesen szerelmest játszani. És jelent valamiféle kihívást? Az, hogy szerelmes párt játszunk? Igen, és tehát nem a szép jelenetekben nyilván, mert ott csak egy picit kell mélyre tekinteni magunkban. Viszont a morcos jeleneteknél, amikor lásd a Kell egy Színházban is, ugye nem jött el valaki a randira, ott azért nehezebb a takarásban felsvenkelnem magam arra a szintre, hogy hozzam a színpadon azt, amit kell. És amikor most ugye mind a kettőtöknek ez egy bemutató volt, akkor hogy készültetek ma reggel? Milyen érzések kavarogtak bennetek? Igen, amikor a Kata az előbb mondta, hogy könnyű-e vagy nehéz-e így játszani, igen. Tehát, hogy ahhoz jutott eszembe, talán nehezebb, ugye az ember otthon áll a tükör előtt, a kedvesével, mossa a fogát és szerelmes. Tehát, hogy ez azért ezt, tehát akinek ez egy napi szinten gyakorolt
dolga, hogy ő szerelmes és párkapcsolatban él, azért nem biztos, hogy ez a színpadról is lejön, kicsikőt ugye meg kell küldeni. Igen. Erősít vagy gyengít? Kata mondta jól, hogy a helyzet adja. Tehát, hogyha éppen mondjuk össze vagyunk veszve valami nüanszi baromságon, akkor persze az igazi érzéseket, vagy pedig van erre egy jó szó, ami most egyáltalán nem jut eszembe. Tehát, hogy az ember azon gondolkozik a színdarab közben, hogy úristen, most annyira összevesztünk, hogy egyáltalán szeret-e? És közben pedig azt kéne végigjátszani 3 óra alatt, hogy egymásba szeretünk, akkor igen, az úgy persze nehéz. De ennyire hál' Istennek nem szoktunk összeveszni még. De igen. Én is csak azt tudom rá mondani, hogy megvan a nehézsége és megvan a könnyebbsége. Tehát ugye, hogy nem lehet elengedni azt, hogy ez egy normális napi rutinunk, hogy mi szerelmesek vagyunk, vagy egy pár vagyunk, ezért ezt láttatni kell, meg is kell mutatni 300 embernek, kicsit ugye meg kell küldeni az érzéseket. Nagyon szép. Van nehézsége is, van könnyebbsége is. Mit gondoltok a karakteretekről? Hasonlít rátok bármiben ez a karakter, amit játszottatok? Tehát valami eszméletlen, mennyire nem én vagyok a BD. Tehát a BD az egy egészségesen önmagát úgy jól értékelő, tudja magáról, hogy egy szép fiú, tudja, hogy tökéletes, tudja, hogy tehetséges, ő előtte minden ajtó kinyílik magától, és ezzel a érzéssel éli az életét. Tehát, hogy minden bizonnyal a BD-ben is benne van, hogy lehet, hogy ez csak egy állarc, amit kifelé mutat, ezekben a mélységekben azért nem megyünk bele, de azért azt... Tehát én egyáltalán nem vagyok ilyen. Tehát, hogy én mindent nagyon megrágok, mérlegelek, túlrágok, túlmérlegelek. Tehát azért én sokkal ebből a szempontból komplikáltabb vagyok. Tehát, hogy nem vagyok ilyen egészségesen gördülékeny ember. Azt azért hozzá kell tennem, hogy szeretném magamról azt hinni, hogy ugyanolyan fontos vagyok a mondanám, hogy a társulatomnak, de mondhatom ugyanazt, mert ugyanazt jelenti, hogy a barátaimnak, akikkel együtt dolgozom, ugyanolyan fontos vagyok, mint hogy a BD összefogja ezt a csapatot. Nem mondom, hogy ezt a csapatot én fogom összemennem, de hogy én is azt gondolom, hogy szeretném magamról azt hinni, hogy egy hasonlóan fontos karaktere vagyok a mi színházunknak, mint amit játszok a kell egy színházban a színházban. Hát én nem tudom ennyire kifejteni a dolgot. Nem, szerintem én sem hasonlítok az Andreára. Hát ő is egy olyan karakter, tehát az igazgató lánya, akit mindenki elfogad, szeret vagy nem szeret, ez nem derül ki igaziból. De hát mivel az igazgató lánya, ezért... van egy ilyen patt helyzetben, tehát nyilván senki nem mer nyitni felé, tehát barátai igazából nincsenek, hál' Istennek én ezt nem mondhatom el magamról. És hát azért ő is egy akaratos, tudatos nő, ami rólam nem mindig mondható el. Milyen érzés volt itt Kisteleken bemutatnia kell egy színház című darabot? Abszolút jó, mert ugye a nyári fesztiválunk miatt mégis csak egy olyan közegbe érkezünk, ahol jobban, tehát ahol az emberek nem csak színpadról, hanem a nemzeti dohányboltból, tehát hogy ahol a kék láng, csak hogy semmiféle reklámot ne íz, tehát hogy ahol a boltból, a városi televízióból, tehát hogy egy ismerős közegbe érkeztünk, egy olyan közegbe, ahol az utcáról, a térről ismernek minket az emberek, mégiscsak egy felszabadultabb, mindenképpen jobb úgy kimenni egy kávéra, hogy 3 ismerőssel összefutsz, nem pedig egy validegen. Tehát hogy ezért szerintem ez fontos szempont abban, hogy milyen a darab fogadtatása. Úgyhogy én alapvetően örülök, hogy egy olyan közegbe hoztuk el először, ahol
mindenhol nagyon nagy szeretettel fogadnak minket, ahol talán kicsit jobban is ismernek minket. Nehezebb volt így, vagy könnyebb, hogy ismernek minket? Mert hát ennek is megvan, én is tudom, az előnye, meg a hátránya is, hiszen neked is volt édesanyád, Kata, neked is itt volt az anyósod, így egyszerűbb volt, vagy könnyebb? Igen, most is itt van. Nem tudom, ez is egy nehéz kérdés, mert azt mondaná az ember, hogy könnyebb, de ugyanakkor nehezebb is, mert tudod, hogy itt vannak azok az emberek, akik ismernek, szeretnek, és meg akarsz nekik felelni, néha túlságosan is, de nagyon jó, szerint én is örülök neki, hogy itt volt ennek a darabnak a bemutatója, mert Kistelken egy fantasztikus közönség van, és azt gondolom, hogy itt nem lőhettünk mellé ezzel a dologgal. Tehát, hogy nagyon jó a darab, nagyon jól összeállt, de nagyon kellett hozzá a mai közönség is, hogy ez így akkora siker legyen. Abszolút. Április 16-án volt a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja. Tavaly a kistelki áldozatok emlékére helyeztek el botlatóköveket a lakóhelyeiknél. Erről készült felvételeinket tekinthetik már a következőkben. Nemrégiben botlatóköveket helyeztek el Kisteleken. A botlatókövek a nemzeti szocializmus áldozatai előtt tisztelgő, macskakőre rögzített 10x10 cm-es rész emléktáblák, amelyeket az áldozatok egykori lakhelye előtt helyeznek el a járdába süllyesztve. Ezek a kövek a lakóhelyek mindennapjaiban teszik láthatóvá és kézzelfoghatóvá a történelmet. Nevükhöz híven rövid időre megállítják, és a személyes történetek bemutatásával emlékezésre, elgondolkodásra késztetik az arra járókat, a véletlenül beléjük botlókat. A gazdasági rend volt, és a hitközségeknek jelentenek kellett a hatóságnak. Az 1943-as gazdasági évet be kellett jelenteni a valami hivatalnak, és azt nyomtatványban kiadták, még megjelent 44. februárban, és abban az volt, hogy a kisteleki hitközségnek 135 családja volt, személy, szóval a családba ment, és tekintve, hogy Kisteleken nem volt jellemző a sok gyerekes család, úgyhogy ez körülbelül 400. A művészi projekt révén egy folyamatosan növekvő, az egyes kövek hálójából összeálló óriási, világméretű emlékmű jön létre. Minden kis emléktábla az itt lakott szöveggel kezdődik, melyet a név, a születési idő, valamint az illető sorsának alakulása követ. A botlatókövek a nácik által deportált, koncentrációs táborokban vagy munkaszolgálat során meggyilkolt embereknek állítanak emléket. Szeretnék néhány szót mondani a nagybátyámnak, aki 1907-ben született, tehát jó régen, sajnos időnek előtt, lehet mondani, hogy időnek előtte meghalt. Mit tudunk róla, hogy egy igen művelt ember volt, nagy ritkaság volt abban az időben, hogy érettségizett, angolul, németül, franciául jól beszélt, ezen kívül megnyerte az országos gyorsíró versenyt, úgyhogy jelentkezett országgyűlési gépírónak is, oda természetesen nem vették föl. Nagyon szépen fényképezett, tudjuk, hogy nyertes fotó is voltak. Emlékszünk a három kisizára, hogy ebben a házban függött, nem tudok hova hallódott. Ezen kívül egy nagyon szép európai férfi volt, lehetne talán még egy filmszínészről is hasonlítani. Kisteleken a Petőfi utca 44 szám alatt az 1944-ben meggyilkolt Popper László emlékére, valamint a Kossuth utca és a Damjanich utca sarkán a szintén 1944-ben meggyilkolt Popper Sándor emlékére helyeztek el botlatóköveket 2018 nyarán.
Először is, mint a várospolgármestere, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Azt gondolom, jó eső érzés az, hogy amit a végén tetszett mondani, hogy még mindig tiszteletnek tartják magukat. Ez egyfajta megnyugvást is ad az embernek, és természetesen azt a történelmi múltat nem lehet elfelejteni, amit volt. Azt gondolom, mindannyian kötődünk hozzá, leginkább negatívan, de mégis ez a fajta emlékezés, ami csak talán egy pici kis résztábla, ami azt az erőt képviseli, hogy ez a talajon van és be van építve, ez mindenképpen én neked is egy jó esőérzés, és gratulálok annak, aki akár ezt szervezte, aki akár tett ezért, aki akár minket is keresett, és annak a fajta összefogásnak legyen a művész értelme, legyen az Önök értelme, legyen az a fajta tisztelet a múlt iránt, ami azt gondolom sokszor kevésnek tűnik, sokszor viszont fantasztikus jó érzéssel tölt el mindenkit. Ha már itt együtt vannak, és egy picit a kisteleki zsidóságot is megszólíthatom, hosszú idő után, hogy ez most a rabbinak köszönhető, vagy a mostani kormány hozzáállásának, vagy bármi egyébnek, úgy tűnik elmozdulás történik a kisteleki temetővel kapcsolatban is. Mégpedig len sikerült abban megegyezni, hogy beadott a város egy pályázatot a kisteleki temető felújítására. Nyilván megtetszenek érteni, a temető az egy nagyon-nagyon érzékeny pontja mindenkinek. Temetőhöz hozzányúlni, az nagyon-nagyon óvatos. Én építészmérnök vagyok, tehát mint építész is, mindenben igyekszünk egyeztetni a rabbival és ezt az ügyet képviselőkkel, és mindenben segítséget is kapunk. Két irány most úgy tűnik, hogy létrejön. Létrejön egy temető felújítás, ami a számomra azt jelenti, hogy a jelenlévő temetőt legalább védjük meg, hogy ezért kap egy velük egyeztetett viszonylag zártabb kerítést, mert ilyen kovács volt, vas, meg stb. Ilyet, és akkor ott kérték, hogy lehetőség szerint egy viszonylag zártabb kerítés. A zártabb kerítés az sajnos zárva lesz, csak meg volt, mikor lehet kinyitni, hogy ne legyen ott van, bocsánat, sportlazdaság, meg stb. Nem megbántva a múltat, onnan elvittek értékes kránitokat, márványokat, stb. Nyilván aki tette, az az ő bűne. És ezzel párhuzamosan van egy olyan szándékom, hogy borzasztóan sajnálom, hogy elődeim annak idején engedték, hogy a volt zsidó templomot elbontsák, és idézőjelben azon nem megbánta senkit, nem megbánta senkit, azon egyébként lakóház épülése. Szerintem ez méltatlan. Ezért azt mondtam, hogy a volt zsidó templomnak egy kicsinyített mását a temető sarkánál el szeretném helyezni. Úgy értsék ezt csak, hogyha most bárki erre jár, és van kötődése, vagy nincs kötődése, de meg szeretne ott állni, és egy pillanatra ebben a szakreális helyen 5 percet, 10 percet megpihenve, akár imádkozva, akár egyszerűen csak emlékezve, szeretnénk egy ilyen pici kis pontot, és egy olyan kultúrát, környezetet, ami esetleg méltó egy temetőre. Úgy tűnik, ebben most áttörés történt, úgy tűnik, hogy eddig arra is engedélyt kértem, ne értsenek félre, hogy lekaszálhassuk. Mert nem a miénk. És úgy lekaszálhattuk, hogy idéző elben tudtam róla, de most nem olyan régen ez a rabival nagyon jó kapcsolatom van, partner, a kormány is most megnyitott különböző pályázati lehetőséget, sírhelyek és zsidó emlékpontok felújítására, úgyhogy én tényleg azt tudom Önöknek most ígérnie vagy mondani, hogy remélhetőleg akkor is találkozhatunk nem oly soká, amikor ezt nevezzük emlékpontnak, amikor ezt egy picit idézelve, közösen, a közös múltat picit megőrizve, még azt, amit a mai nap meg lehet, és aztán pedig a sírokat egyenként felújítva talán mégiscsak méltó lesz annak a múltnak a viselésére, a mai ember is esetleg szeretne látni. Ezt egyben szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen a találkozási lehetőséget, köszönöm szépen a meghívást, és továbbra is minden igyekezetem az, hogy ami múltit létezik, azt próbáljuk megmaradni. Erre egy jó példa a Markus Eiler volt gabonaraktár, amikor azt felújítottuk, akkor még megtaláltuk.
Tehát akkor még Izraelből is kaptunk segítséget, hogy régi képeket kaptunk. Akkor Gimes Izolónak szerencsére, aki a múltunk megőrzője, szintén segítségű volt abban, hogy az eredeti homlokzatot megtartva, az eredeti színeket megpróbálva megtartva, úgy újítottuk föl, hogy az egyébként a múltat ne sértse, hanem inkább az pozitív történet legyen. Mi akkor a család részéről, bocsánat, azt mondom, abszolút jóhiszemű elismerést kaptunk, az ipartestületi székház lett az, igen. Úgyhogy még egyszer nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és Isten hozott mindenkit, Isteneken. Köszönjük. Április 4-én rendezték meg a Kistelki Könyvtárban a Balladamondó versenyt. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Kádár Kata, népballada. Gyulainé, édesanyám, engedje meg azt az egyet, hogy kérjem meg Kádár Katát, jobbágyunknak szép leányát. Nem engedem Kádár Katát, jobbágyunknak szép leányát. Vagyon itten a faluban, királyleány s báróleány. Nem kell nekem királyleány, nem kell nekem báróleány, csak kell nekem Kádár Kata, jobbágyunknak szép leánya. Szolgám, szolgám, édes szolgám, vezesd elő pej paripám, mert elmegyek bújdosásba, hideg mezővárosába. Mondd meg nekem, szőlőpásztor, mi hír vagyon a faluban? Semmi rosszat nem hallottam, de kelmedről elég rossz van. Elvesztették Kádár Katát, Kádárnénak szép leányát. Belévették a nagy tóba, a feneketlen nagy tóba. Gyere velem szőlőpásztor, feneketlen tó martjára. Neked adom szürke lovam paripámat. Elmennének a nagy tóhoz, feneketlen tó martjára. Itt vagy-e, Kádár Kata, jobbágyunknak szép leánya? Itt vagyok, Gyulai Márton, itt vagyok, de már meghalok. Belészökék a nagy tóba, a feneketlen nagy tóba. Gyulainé ezt megtudta, vashorgokkal kihúzatta, kőkoporsóba tetette, és szépen eltemettette. Az egyiknek csináltatott fehér márvány kőkoporsót, a másiknak csináltatott veres márvány kőkoporsót. Az egyiken nevelkedett veres csukros violaszál, a másikon nevelkedett fehér csukros violaszál. Addig-addig nevelkedett, meddig összeölelkezett. Gyulainé ezt meglátá, mind a kettőt leszakasztá. Bújdosó ballada, nép ballada. Elbújdosom, megpróbálom. Ha élvezek, sem lesz károm. Ingem úgy sincs, ki sajnáljon. Kiértem, könnyet fulladjon. Elbújdosnám, de nincs kivel. Kenyerem sincs, amivel kérnék kölcsön, de nem kapok. Mert tudják, hogy szegény vagyok. Én elmegyek közületek, mert köztetek nem élhetek. Valahára visszatérek, még kapjak meg belőletek. Édes rózsám, vigyel vele, ne hadd elmaradjak tőled, mert ha elmaradok tőled, megszakad a szívem, érted? Elvinnélek, de nem lehet, mert idegen földre megyek, mert az utak nagyon hosszak, s a vizek es megáradtak. Mennyi hosszú útnak pora, én szívemnek annyi búja, mennyi nagy árvíznek köve, két szememnek annyi könnye, hasad meg szívem kettőbe, hogy vigyenek temetőbe. Hasadj meg szívem, halljak meg, az egész világ tudja meg. Vas Albert, új székely ballada. Valahol egy messzi hegyen, öreg asszony megyen, megyen. Vállán batyú, kezében bot, hajlott a dereka, hajlott.
a dereka fáradt, hajlott. Valahol egy messzi hegyen, édesanyám megyen, megyen. Megyen a fia elébe, könnye hull az út kövére, könnye hull az út kövére. Édesanyám, jaj, megálljon, fellegri a láthatáron, benne zokog egy üzenet, hogy én haza nem mehetek, hogy elibém ne is menjen, hogy engemet ne is várjon, itt halok meg idegenben, sötét orosz pusztaságon. De valahol egy messzi hegyen egy öreg asszony mégis megyen. Nem hiszen a fellegeknek, nem hiszen az üzenetnek, nem hiszen az üzenetnek. Fölmegyen a határhegyre, feltekint a fellegekre, megettük az Istent látja, és belekezd egy imádságba. Egy bánatos imádságba. És csak áll fönt, áll a hegyen, fellegjő és felleg megyen, imádságát mondja, mondja, benne sajog féltő gondja, s meglátja az egész világ. Azt az imát addig mondja, míg a fiát mégis haza imádkozza. Arany János, a mély románca. Ablak alatt a pünkösdi rózsa kezd egy kicsit festeni bimbója. Kék szemű jány válogat belőle koszorúnak holnap esküvőre. Reménykedik egy kis mély az ágon. Szép eladó, jaj, ne bánts virágom! Ezt az egyet magamnak kerestem, alig hasadt, mikor eljegyeztem. Felel a jány. Te bohó kis állat, lesz a rózsát, nem egyet, ha, százat. Holnap is nyit, holnap is eljözte, csak ne kívánt, ami legszebb közte. Mond a kismé. Szőke szép hajadon, neked Isten hőszeretőt adjon. Nem sok, amit kívánok te tőled, ne szakasz le az én szeretőmet. Felel a jány. Dehogy nem szakasztom, dehogy leszek enekül menyasszony, koszorúmban ezt fonom előre, úgy vigyenek holnap esküvőre. El sem mondá, nyúlt a szép bimbóhoz, hogy letörje a virágcsomóhoz. A szegény méh rárüpült kezére, csókot adni annak a fejére. Heste gyilkos, ne bocsáss fullánkot, leszakasztám, védd a virágod! Szép menyasszony, már nekem mi haszna? Koszorúdnak híja lesz miatta. Koszorúdnak híja lesz miatta, ezt a kismé keserű mondhatta. Mert a szíve hiába parányi, nagyon tudott a virágért fájni. S a leánynak hiába kiáltott, szeme alá üti a fullánkot. Szegény bogár, s maga haldokolva, félreült egy rozmarin bokorra. Szép menyasszony jajgat a sebével, esküvőre sem mehet szemével, holdfogyásig dagadt lőn a tája, az alatt meg elhagyá babája. Fejnő Rényi Ferenc. Áll szoronyos őrök között Rényi Ferenc szótlanul. Hajnaú, az osztrák vérebb, őrjöngő haragra gyúl. Diák sapkád meggyalázva, lázadóvá lettél te. Hát most mondd meg tüstént, hol a kusult kutyák főfészke? Hogyha hallatsz, ha nem mondod, amit tudni akarok, korbát csattok hátadon, míg leszel hallgató halott. Nem válaszol Rényi Ferenc. Összezárja ajkait. Hajnaú, a veszett vérebb, szája habzik, úgy vonít. Hát nem beszélsz? Nyilván nem félsz a kínoktól, haláltól. Rám nem hallgatsz, majd meghallasz mások szelíd szavától. Hát nem felelsz? Dacolni mersz?
ajkad szóra nem nyílik. Tudd meg, hozzák ősz anyádat, és így tüstént agyon lövik. Hozzák a faluból édesanyját, a hajlott korút. Görnyed háta egyenes már, nézi a délceg fiút. Büszke szívvel szültelek meg, adtalak a hazának. Most, hogy kímélt életem, elárulnád hazádat? Rényi Ferenc nem válaszol, összezárja ajkait. Néma a száj, néma a szív. Kulcsa eltűnt, nem nyílik. Hajnaú int, sajerre, tűz! Az anya földre hull. Szól a véreb, szava méreg, áll a fogoly szótlanul. Szép kort megért, eleget élt, őszanyád meghalhatott. No de, még meg sem ízlelte az életet szép húgod. Ha nem felelsz, dacolni mersz, ha ajkad választ nem ad, szemed előtt lövetem le szép hajadon húgodat. S már hozzák húgát a katonák, a kedvest, a serdülőt. Bátran lép a bátyja elé, s íszókkal köszönti őt. Sírtam, mert otthon maradtam, nem harcolatot húgod. Most nem sírok, a hazáját meghalni én is tudok. Némán néz rá Rényi Ferenc, ajka zárva, nem felel. Parancsod át hajnaú, és húga holtan omlik el. Anyád húgod életéért választ nekem nem adtál. No de, van még akit talán jobban szeretsz náluknál. Szólj hát! Mondd ki! Ha nem mondod, amit tudni akarok, lábad előtt lövetem rá viruló szép hitvesen. S már hozzák az ifjú asszonyt. Nászuk véget nem ért még, mikor férjét karja közül véres tatár kitépték. Beszélj, Ferenc! Térdén csúszva kedvesének könyörög. Ifjú vagyok, vár az élet, várnak vágyak, gyönyörök. Beszélj, lelked vásd meg ezzel, nékem drága vagy nagyon. Élhetünk majd messze innen, boldogságban, szabadon. Beszélj, Ferenc, beszélj, beszélj. Gondold meg, hogy szeretlek. Gondold meg, hogy szerelmedet nem dobhatod férjeknek. S elkapja a férfi kezét, ajkát rászorítja. Nem beszél már, ahol éli, csókjaival borítja. Rámered Rényi Ferenc, ajka zárva, nem beszél. Lelkét kínok vadviharja, bár ízekre tépi szét. Végre moccan, szörnyű szégyen bíborlángja önti el, eltaszítja feleségét, s hátat fordít, nem felel. Agyon lőni, szól hajnaú, de kiáltás kér, íme, megátkozlak! A fogolynak elsikoltja hitvese, megátkozlak téged, aki feleséged! Nem mondhat ennél többet. Dörrenés, csend. Rényi Ferenc megborzad. Szuronyok közt, bomlott aggyal, üres szemmel, szótlan áll. Megdöbbenve néz az őrség, és hajnaú is, néma már.
április 12-én rendezték meg a tavaszi vonós hangversenyt a Kistelki Klebersberg Művelési Központban. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg teljes egészében a következőkben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen csendesen lehet. Az azt jelenti, hogy kezdődik a hangverseny, és nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Kistelki Művészeti Iskola nevében, és akik a színpadon állnak, azok a hegedűs növendékeim. Jenő bácsi, Tomély Jenő bácsi, tanítványa, Csarkus Kálen. És hát arra gondoltam, hogy a szokásos módon együtt játszanánk muzsikát. Azt gondolom, hogy egy nagyszerű dolog az, hogy tudunk énekelni, tudunk hangszereken játszani, és mi lenne, hogyha mi közösen, mint akik ebben a teremben vagyunk, mindannyian muzsikálnánk együtt. Az első dallam, az mindig a tavaszi szél szokott lenni. Azt szeretném, hogyha azt meghallgatnátok először, Molnár Csenge szólójában, zongorán kíséri Kovács Eszter tanárnő, és amikor felétek fordulok, akkor lehet velük együtt két verszakát énekelni. Nem kell többet, mert még fogunk más dalt is énekelni. Jó? Thank you.
én megfigyeltem, hogyha nem beszélek, jobban hallok. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Próbáljuk ezt a módszert. A következő dalam egy nagyon szép magyar népdal, és utána rögtön játszunk az angol gyermek.
most szeretnénk nektek muzsikával megmutatni egy mesét, és arra kérjük benneteket, hogy rajzoljátok ezt le. Legyen az a címe, hogy tavaszi hangverseny. És amelyik dalam nektek tetszik, aminek a történetét el tudjátok képzelni, le tudjátok rajzolni, azt tegyétek meg, és várjuk a tavaszi szünet után a művészeti iskolába, hozzám a Honosterembe be lehet hozni, és lehet, hogy kiállítást tudunk belőle csinálni. Jó? Tehát akkor most szeretnélek arra megkérni benneteket, hogy a következő dalamról is lehet rajzolni majd otthon, a szúnyog és a béka beszélgetéséről fog szólni a következő dal, amit Molnár Csenge fog előadni nekünk, zongora kísérettel, Kucseráné Kálmán Erika tanárnak kíséri, és azt szeretném, hogyha megfigyelnétek, hogy szegény szúnyog élve marad-e, hiszen ugye tudjuk, hogy a béka szeret szúnyogot tenni, zenéből ki fog terülni, jó?
pedig van Al, én is szakinálnám, akit éppen hallgatjuk zongorán, és pedig keresztény Kiki fogja előadni. Thank you.
Amíg lemennek a gyerekek, remélem, hogy tetszett, hogy együtt hegedültünk, csellóztunk, zongoráztunk és énekeltünk, hogy ennél szebb dolog szerintem nincs a világon, és képzeljétek el, hogy élt egyszer egy olasz zeneszerző, Rossininek hívták, és azt mondta, hogy hát olyan érdekes, hogy a macskákról is lehetne írni egy szép zenét, és volt egy nagyon lusta, szomorú macskája, és a szomszédból áthozott egy barátnőt hozzá. És figyelte a macskákat, és kiderült, hogy nagyon szépen együtt tudnak játszani. Azt szeretném, hogy ezt megfigyelnétek, hogy a zenével ezt hogy tudjuk mi kifejezni. De most meg kéne kerestem a macskákat. Figyeljetek egy kicsit, hogy hol lehetnek, és maradjatok nagyon csöndben, mert könnyen elriasztatjuk a macskákat, jó? Figyeljétek!
következő dalmat, azt képzeljétek el magatokat, egy erdőben vagytok, és a macskák helyett most kismadarak fognak megjelenni. A zeneszerző Vivaldi Hegedű versenyéből hallottunk egy részletet, és pedig a Tavasz címmel. Thank you.
ismeretlen zeneszerző művel Csendő majd fel Ellen Walker Fegyelő című kapást. Thank you.
Az Ormos Intézet által készített egészségügyi témájú stúdióbeszélgetést tekinthetik meg az inkontinencia témában. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója, szeretettel köszöntjük. Üdvözlök mindenkit! Hát egy nagyon kellemetlen, titkolt, kínos, kényes témával érkeztünk ma ide. Ez az inkontinencia vagy vizelettartási probléma. Ugye a reklámokban azt látjuk, hogy hölgyek és urak egy bizonyos kor után önfeledten kerékpároznak pelenkában, illetve különféle olyan betétekkel, melyek segítségével nem látható a külvilág számára az inkontinencia. Ugye az inkontinenciára biztos, hogy nem megoldás az, hogyha valaki pelenkát kezd el hordani. Milyen lehetőségek vannak? Egyáltalán mitől alakul ki az inkontinencia? Ja, hát ez elsősorban azért hölgyeket érint inkább. Az inkontinencia az arról szól, többféle válfaja van, amiről mi beszélgetni fogunk, az a stressz inkontinencia. Ez egy jó ilyen szó, amivel egyébként. Igen, amit alapvetően volt már beteg, aki úgy értette, hogyha fölidegesítik, akkor elcsöppen. De nem, ez nem arról szól, hogyha valaki az alhasra egy picit nagyobb nyomást helyez, feláll hirtelen, köhög egyet, olyan mozdulatot tesz, amit nem kéne, akkor a húgyhólyagnak az áró izomzata elégtelenné válik, és ott egy pár, először csak egy pár csepp, aztán talán egyre több elcsöppen. Hát ez amikor az ember azt mondja, hogy bepisilek a nevetéstől? Például igen, 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 az is tud lenni. Na most ebben az esetben a kismedencében a húgyhólyag, a hólyagnyak, a hólyagnyak beidegzése, a húgyhólyag beidegzése, az egésznek az összhangja az egy kicsit felborul. Tehát nem tud a hólyagnyak, nem tud a húgyhólyag záró izomzata akkora nyomást képviselni, hogy a vizeletet a hólyagban bent tartsa az illető, és akkor ennek a következménye az, hogy elcsöppen. Most ezt azért tényleg sokan szokták titkolni, sokan szokták rejtegetni, ilyenkor általában az jár az illető fejében, hogy biztos megint szagomban, biztos nem mehetek közelebb a másikhoz, mert ezt megérzi rajtam. És ez egy ilyen bezárkózás van általában maga után, mert az illető beteg szégyeli azt, ami betegsége neki van. Nem kell igazán ezt szégyelni, az a megoldás, amiről itt fogunk beszélni, illetve az a kezelési lehetőség, amiről itt szó lesz, az igazándiból egy műtétmentes és egy fájdalommentes segítség ebben az egészben. Na, ezek nagyon fontos kulcsszavak, hogy műtét és fájdalommentes. Ja, ez a másik, amit szoktak félni, persze. Tehát, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy akkor ezt operálni kell, mert más megoldás nincsen, akkor azért négyszer gondolja át az illető azt, hogy megcsinálja-e vagy nem. Hogyha ezzel szemben azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon rövid elővizsgálatot követően egy úgynevezett non-invazív, tehát a beteg mondjuk belügyeiben nem nagy beavatkozással járó megoldás, akkor azért könnyebben hajlanak rá a betegek, hogy akkor mégiscsak megcsinálják, és hogyha ez azt a hozadékot hozza maga után, hogy innentől kezdve a betétekből kevesebb kell, pelenkát el lehet felejteni, megint részt lehet venni mondjuk a szociális környezetben, akkor onnantól kezdve azt hiszem, hogy nincs mese, ezt érdemes megcsináltatni annak, akinek ilyen baja van. Tehát ez kifejezetten a stressz inkontinenciára egy megoldás. Igen. És ez milyen megoldás? Hogyan zajlik ez? Azt mondta, hogy nincsen műtét, vágás, fájdalom. Mi van akkor? Mi van? Igen, hát azért valaminek lennie kell. Ja, nincs, akkor ráolvasás van, gondolom. Rápistantunk a betegre és meggyógyul, ilyen azért ritkán van. Itt nagyjából arról szól a dolog, hogy ez a nőknél alkalmazható beavatkozás pont azért, mert a beavatkozás maga az a hüvelyen keresztül megy. A beavatkozás lényege az, hogy a hüvelyben egy lézer sugárzó fejegységgel olyan változásokat hozunk létre, és ezáltal a kismedencében olyan változásokat hozunk létre, aminek a végeredménye az lesz, hogy a húgyhólyagnak a zárása az sokat javul. Nyilván attól függ, hogy az illetőnek milyen fokú a vizelettartási zavara, hogyha az van, hogy csak egy pár csepp csöppen el, ami egyébként alapból a kezdete szokott lenni ennek az egésznek, akkor ez a dolog ez megoldódik, az összes többi esetben vagy megoldódik, vagy sokat javul ez az egész, de az teljesen biztos, hogy az a vizelet felfogó rendszer, amit ő eddig alkalmazott, az vagy eldobható, vagy egy kicsit enyhébbre cserélhető. Olyan esetekben, hogyha nincs egy külön szervi elváltozás, ami egyébként indikálja az inkontinenciát, tehát ezért, egy alapos vizsgálat kell, hogy megelőzzen. Tehát ezt vagy egy nőgyógyász, vagy egy urológus, ezt ezek behatóan megvizsgálja azt, hogy ilyenkor végül is mi van. Körül lehet nézni a húgyhólyagban, mert ott is lehetnek olyan elváltozások, amiket, hogyha az ember fölismer, akkor kiderül, hogy hát ez nem is biztos, hogy egy stressz inkontinencia, hanem valami más probléma. Tehát egy előzetes kivizsgálás az mindenképpen része ennek az egésznek. Majd ezt követően, hogyha urológiailag stimmel az egész, tehát az a betegség, amire szeretnénk alkalmazni, és nőgyógyászati vagy urológiai ellenjavallata nincs az egésznek, akkor ezt egy gyors beavatkozással meg lehet csinálni.
Tehát akkor stimulálja azokat az izmokat, amelyek a vizelet visszatartás nem, segíti? Nem, itt szöveti szinten vannak változtatások, tehát itt a hüvely, ugye ha a kismedencét megnézem, ott elég nagy népsűrűség. Ott igazándiból a hüvely meg a vizelettel vezető rendszer, azok nagyon közel helyezkednek el egymáshoz. Tehát hogyha az egyiket befolyásolom, meg annak a környezetét befolyásolom, akkor a másikra is szükségszerűen hatok. Tehát hogyha a hüvelyt befolyásolja, akkor... Az ő közvetlen környezetében elhelyezkedő húgyhólyag és egyéb elvezetett, egyéb záróizmak. Igen, tehát itt kicsit arra kell gondolni, hogy azzal, hogyha én a hüvelynek a helyzetét megváltoztatom, azzal kicsit átrendeztem az egész kis medencét. És onnantól kezdve a húgyhólyagnak a helyzete megváltozik, az a nagyon kritikus szög, ami a húgyhólyag teste és a hólyag nyak között van, az is megváltozik, és a záróizomnak a működésében ez a szög ez nagyon hangsúlyosan szerepel, hogy ez jó tud működni, vagy nem. És ezzel az eljárással hegesítem egy kicsit a hüvelyt, szűkítem egy kicsit a hüvelyt, a környezetét ezáltal meghúzom, ezzel a vizeletnek a tartása ez drámaian tud javulni. Gondolom akkor itt is nagyon sok olyan pozitív történettel találkozhattak, amikor valakinek az életminősége drámaian javult attól, hogy megoldódott ez a nagyon kellemetlen probléma. Azt szoktuk látni ilyenkor, hogy ezek a betegek általában kinyílnak. Tehát akkor, amikor az illető tényleg mondjuk, vegyünk idősebb hölgyeket, akit egy kicsit mondjuk meg túlsúlyosak is, azok azért nagyon, nagyon sűrűn szoktak ilyenbe szenvedni, vagy volt valami kismedencei műtétjük, vagy többször voltak terhesek, és a kismedencéjük egy kicsit úgymond megereszkedett, de azoknál lehet látni azt, hogy amúgy egyébként szellemileg fittek teljesen, semmi más problémájuk nincsen, de mégsem megy el társaságba, mégsem megy el egyébként mondjuk kártyaestekre, vagy ilyenekre, mert fél attól, hogy a többiek majd mit szólnak ahhoz, hogy neki szagadnak. Persze, ez egy hatalmas gát lehet. Persze, na most ezt a gátat, hogyha az ember lebontja, onnantól kezdve gyakorlatilag minden rendbe jön. Tehát pszichésen kinyílik az illető, tényleg menedzselni tudja onnantól kezdve, hogy a barátaival, hogy fog a továbbiakba kommunikálni, hát ez egy elég jelentős változás. Tehát akkor, hogyha valaki inkontinenciával küzd, akkor is érdemes segítséget kérni, akármennyire is, akár ez egy kicsit kínosabb, kellemetlenebb első lépés, viszont utána az eredmény az önmagáért beszél, és az egész élet megváltozhat tőle. Köszönöm szépen a beszélgetést! A műsor támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Következő adásunkat jövő hét kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben autós rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Kedd adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Valamint iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol eddig adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetők. Nem utolsó sorban pedig kövessék a Kistelki Városi Televízió Facebook oldalát. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!